Burán Sándorra kezdjük a híradó után, most tartott, illetve hát folytatjuk igazából az MSZP országgyűlési képviselőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondja, hogy komplex csomag kidolgozását kérik, követelik, várják a kormánytól a devizahitelesek ügyében a kúria döntés nyomán. Mások véleménye szerint nem lett volna itt mire várni, tehát ezt a komplex döntést már réges-rég politikai döntésként meg lehetett volna hozni. A kormány tulajdonképpen most ezzel magát fedezi a következő döntés előtt? Szerintem a kormány időt húz. Ez abból is látszik, hogy Rogán Antal eredetileg most tavaszra ígérte a megoldást, ami rendbe teszi az egész problémát. Sőt, hát bocsánat, közülök, emlékezzem vissza, hát volt egy november 1-i határidő tavaly, hogyha addig a bankszövetség nem oldja meg maga, akkor november 1-én a kormány lép. Na most az elmúlt, utána a kormány azt mondta, jó, de akkor most meg kell várni a kúriát. Most a kúria döntött, közben ugye a kormány képviselői azt mondták folyamatosan, hogy ha megvan a döntés, akkor egy-két órán belül már be is ütjük a javaslatot, mert felkészülve várjuk ezt a döntést, és kiderült, hogy ez nem így van, miközben általános meglepetést ez a jogegységi döntés nem hozott. Most a kormány azt mondja, hogy nagyon kell sietni, ezért majd ősszel benyújtják a parlamentnek. De nem úgy lett volna, hogyha egy-két órán belül a kúria döntés után benyújtanak bármiféle javaslatot, akkor meg azt mondjuk, hogy milyen érdekes a kormány, honnan tudta előre, hogy a kúria milyen döntést hoz? Csak nem a kormány diktálta le a kúriának. Ezt ők ígérték meg, én nem vártam volna el tőlük, de ha mondjuk, nem lett volna az reális. De mondjuk, ha egy hét múlva, és azért egy hét azért kellő idő, néhány alapvariációt már előtte ki lehetett volna számolni, a bankszövetséggel a háttérben azért lehetett volna eddig is tárgyalni informálisan, tehát azért egy-két hét leforgása alatt egy ilyen súlyú kérdésben is egyrészt el lehet érni azt a megegyezést, ami kell a szereplőkkel, kettő ki lehet dolgozni azt a törvényjavaslatot, amit be lehet gyűjteni az országgyűlésnek, és nem ősszel, hanem már most tavasszal, illetve nyár elején elfogadjuk. Ez az ügy egyébként annyira régóta húzódik, és annyira rosszabb napról napra a helyzet, hogy nem tűrne halasztást. Nem lesz itt nagy koppanás? Azért kérdem, mert ugye az első szakértői vélemények azt mondták, hogy a kúria döntéséből nagyjából az következik, hogy olyan 10-15%-kal csökkenhetnek a devizaadósok terhei. Ami hát messze alatta van annak, amiben ők reménykedhetnek, és hát ha belegondolunk abban, hogy mondjuk valakinek van egy 110-120 ezer forintos havi törlesztő részlete, ha 100-at kell fizetni, megkönnyebbülés, de ha nem tud 100-at sem fizetni, akkor semmit nem old meg. Hát pontosan ez a probléma. Én el is mondtam tegnap a sajtótájékoztatón, hogy a kúria döntése a problémának csak egy kisebbik részét oldotta meg, azt a kisebb részét, hogy az árfolyam részt azt mondta, hogy az tisztességtelen, és ezt vissza kell fizetni a devizahiteleseknek. Ez a kisebbik része a problémának. A legnagyobb része a problémának az, hogy iszonyú gyenge a forint. Tegnap néztem utoljára, bár lassan érdemes naponta is nézni, azért 307 forintot kellett fizetni egy euróért, és 252 forintot kellett fizetni egy svájci frankért. Volt ez már rosszabb is pár héttel ezelőtt. Igen, de az a nagy gond, hogy ezek nem ilyen egyszerű ingadozások, aztán majd visszamegy és normalizálódik, hanem tartósan ilyen gyenge a forint. Most már lassan hosszú hónapok, legalább egy év óta, és ennél még nagyobb probléma, hogy a kormány egyszerűen sorsára hagyta a forintot, és ezen keresztül a devizahiteleseket. Hát valami legutóbb azt mondta, nyilván emlékszik rá, hogy 305 forint körüli euróárfolyammal számol a így van, így van, és amikor én rákérdeztem Költségvetési Bizottság ülésén a meghallgatásán, hogy akar-e valamit tenni a kormány a forint erősítésének érdekében, akkor azt mondta, hogy nem. A forint árfolyamát a piaci folyamatok alakítják, és ennek ezzel kapcsolatban a kormánynak nincs dolga. Ami egészen egyszerűen nem igaz. Most hagyjuk, hogy a Fidesz mit mondott annak idején, amikor még mi kormányoztunk, hogy a kormánynak mi a dolga a forint árfolyamával kapcsolatban, de ez nem ilyen egyszerű. Tehát ennyire vad liberális megoldást azért nyugaton se használnak, még angol száz országokban sem. A kormány gazdaságpolitikája az igenis alakítja a forintot. Hogyha az hiteltelen, akkor ez gyengíti a forintot, ha az pedig hiteles, és összhangban van a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikájával, akkor meg erősíti a forintot arra a szintre, ami egyébként különben normális. Volt már a forint túlságosan erős a tényleges gazdasági erejéhez képest az országnak, most túlságosan gyenge. Ha a forint árfolyamát nem tesszük valamennyire rendbe, nem erősítjük vissza egy elfogadható szintre, akkor a devizahitelesek problémáját borzasztó nehéz lesz, és csak nagy áldozatok ára lehet megoldani. Azt tudja, hogy amit mond ez a következő
majd 4 évre teljesen reménytelennek látszik. Ugye a Magyar Nemzeti Banknak nincs árfolyam politikája, vagy árfolyam és most célja, már ezt Matolcsy György kimondta, most már a kormánynak sincs, magyarán csak az ellenzéknek, meg a devizahiteleseknek, devizaadósoknak van. De ez tartatatlan, mert ez nem csak devizahiteles probléma. Az oké, hogy az exportot, a járműipart, ez segíti, ez a iszonyúan gyenge forint. Na de hát a magyar emberek jó része közvetve vagy közvetlenül jelentős mennyiségű importot használ fel. Amikor egyébként az áramárát megfizeti, amikor a gázárát megfizeti, de amikor a benzinárát megfizeti, ezek importtermékek, és hogyha a forint gyenge, akkor ezek egyre drágábbak és drágábbak. Az meg régi tapasztalat, hogyha az üzemanyagára tartósan magas, akkor az előbb-utóbb a tejbe és a kifli árában is meg fog jelenni. Hát a szállítási költségekkel. A benzin, öttel a gázolaj. Hát és nem véletlenül. Ugye ennek is van persze magának a terméknek egy világpiaci ármozgása, de hogyha ehhez hozzájön egy gyengülő forint, akkor a kettő hatás együtt az brutális. Na most ez azoknak is problémát fog jelenteni, annak a nyugdíjasnak is, akinek egyébként meg nincs deviza hitele, és az egész problémát esetleg szolidárisan, de mégsem a saját bőrén érezve a súlyát nézi. Ez mindenkinek rossz, tehát előbb-utóbb a kormánynak ezzel valamit tennie kell, mert most persze nagyon jók az inflációs adatok, de csak azért, mert ez a rezsicsökkentés, ez mesterségesen leszorítja, de ezek egyszeri hatások. Ez újra fel fog pörögni, és akkor majd mindenki itt áll, nem csak a devizahiteles, hanem a nyugdíjas is, hogy mi történik az országban. Na de most hát a kormány nem mondhatja ezt. Az MSZP azt mondta, ön azt mondta az MSZP nevében, akkor majd fogalmazzak sokkal direktebben, hogy mindenfajta megoldást elfogadnak, ami segít. Ez azt jelenti számomra, hogy az MSZP-nek magának nincsen megoldási javaslata. Hát koncepciónk van, megoldási koncepciónk. Azért nem tartjuk most különösebben fontosnak, hogy mi előálljunk egy alternatív javaslattal, mert ez azért tárgyalásokat feltételez, például a bankszövetséggel és így tovább, ez elsősorban a kormány hatáskör, egy ellenzéki párt ezen a téren mondjuk nem tudja átvenni a kormány szerepét. Azért mondtuk, hogy egy komplex csomagra van szükség, az előbb beszéltünk az árfolyamról, hogy azt egy erősebb forintért igenis dolgoznia kell a kormánynak, mert anélkül nagyon nehéz a megoldás. A másik része pedig az, hogy teljesen világos, hogy a devizahitelesek válláról a törlesztési terhek irreálisan magas terhének nagy részét, legalább kétharmadát le kell venni. Mi azt mondt, azért nem ragaszkodtunk egy konkrét megoldáshoz. A terhek kétharmadát? Igen. Azt hogy? Hát úgy értem a terhek kétharmadát, hogy a veszteség kétharmadát, tehát az eredeti árfolyam és a mostani árfolyam közötti törlesztő részlet, hát az a brutálisan megnövelt törlesztő részlet, tehát a különbözet kétharmadát, nem a teljes részlet. Csak néhány szót hallottam erről. Tegnap adták be a parlamentnek az elképzelésüket e tárgykörben. Nem láttam meg a honlapon. Arról szólna, hogy mindent átváltani forintra, úgy, ahogy van az összes deviza alapú lakáshitelt. Ehhez megadni a Magyar Nemzeti Banknak a forrásokat a kereskedelmi bankokhoz, és a kereskedelmi bankok egyfajta forint hiteli átalakítva finanszíroznak tovább az ingatlanokat. Egészen más árfolyamok jönnének ki, főként, hogyha az átváltási számokat nem a mostani, hanem a felvételkori számokhoz igazítanánk. Ez is megoldás lehet, de nem tudom, milyen árfolyamon akarják átszámítani. Hát ez egy nagy kérdés lesz, hogy ebben hogy lehet megállapodni, de ez minden ügyben nagy kérdés. Na jó, de ebben az ügyben ez a legfontosabb kérdés. Tehát most 180 forinton számoljuk át a svájci frankot, 200 forinton, 240 forinton. Ez alapvető kérdés, én nem ismerem így a liberálisok javaslatát. Hát mintha az árfolyam kártyátlan a Fidesznél is, ugye? És az tulajdonképpen nem egy rossz konstrukció, tehát én ezért mondtam a sajtótájékoztatom, hogy nem ragaszkodunk egy konstrukcióhoz, a megoldás elvéhez ragaszkodunk, hogy a különbözeti terhek nagy részét vegyük le a devizahiteles válláról. Ugye az árfolyamgát az azt mondja, hogy harmadoljuk ezeket a terheket, harmadát fizeti a bank, harmadát fizeti az állam, egy harmada marad a devizahitelesnél. Ez is lehet egy megoldás, persze úgy, hogy mindenkire kiterjed, és a teljes futamidőre kiterjed. Most egyrészt ugye önkéntes alapú, de ez még nem lenne olyan nagy baj, de ugye az emberek egy része azért nem merte vállalni ezt az árfolyamgátnak nevezett megoldási rendszert, mert fél attól, hogyha letelik az a 4-5 év, akkor utána meg brutálisan megnövekednek, nyakára vazul az egész. Tehát, hogyha nincs az egész hitel állományra megoldás, akkor 3-4-5 évig elodázni, az csak ideig óráig jelent halasztást, hogy nem rögtön halok meg, hanem majd 5 év múlva halok meg. Hát, hogyha átváltják forint megoldás, hitelre, és onnantól kezdve ez forint hitelként ketyeg, akkor azért azért másfajta elszámolási mód. Ha mondjuk 180 forinton váltjuk át, akkor igen. Hát az árfolyam gát alapjától számolt 180 forinton. Köszönöm, hogy eljött. És köszönöm a lehetőséget.